Sziasztok, Ádám vagyok, a Mobilix TV-t nézitek, és itt az Agfának a 7-szoros képkerete, hogy egészen pontos legyek, az AF5079 PS típus, illetve ez tartozik még egy HR végződés is, ami a High Resolution, az nagy felbontásra utal. Ahogy láthatjátok itt a dobozát, egy meglehetősen kis színes digitális képkeretről van szó. Itt az elején igaz, hogy angolul, de számos specifikációs rész látszik, ez pontosabban ilyen reklám jelleggel, hogy mit is tud. 16,2 centis képátlóval rendelkező LED megvilágításos 16:10-es képarányú kijelzője van, ami 720x480-as felbontással bír. Ilyen JPEG képekkel elboldogul a slideshowba, tehát egymás után tudja őket vetíteni. SD, MMC, MS-ért SDHC kártyát tehetünk bele. Elvileg ilyen Crystal Image HD technológiával javítja a fotó képminőségét, USB csatlakozás is található rajta, alacsony áramfelvétellel rendelkezik és egy slim dizájnnal. Itt körbeforgatva igazából találunk több nyelvű rövid leírást róla, többek között láthatóak ugyanezek, amiket elmondtam magyar nyelven is, illetve itt láthatjuk a kialakítását előről, oldalról, illetve hátulról. Akkor, hogyha kivontjuk, tehát a dobozban így találunk egy manuált, illetve némi és használt útmutatót, egy garancialapot. Itt van maga a képkeret. Dobozban tartozékok közt van még egy távirányító, amin van számos gomb, ugye piros bekapcsoló gomb, vezérlő gomb, itt lehet nagyítani, forgatni a képet, illetve hasonlók. Ez egyébként egy gombelemmel működik, ami mellékel van a csomagba. Töltőhöz van egy európai fej, egy UK, tehát angliai adapter fej. Itt van maga a hálózati töltője, ugye ezt megnézve 0,3 milliamper áramerősségű, illetve helyesbítek 1 amperes, és egy ilyen speciális csatlakozó a vége. Végül is ennyi, amit a dobozban találunk. És akkor itt visszatérve magához a képkerethez, itt egy ilyen kis antisztatikus zacskóban helyezkedik el. És itt látható maga a képkeret. Nincs túl vékony kerete, tehát eléggé vastag, azonban egy a hagyományos fotókeretekhez ki hasonló ugye a design. Illetve itt által 7-szoros kijelző, ami igazából megfelel a tabletekben is található méretnek. Nagyjából a 7-szoros tabletek is ugyanígy ilyen mérettel rendelkeznek, esetleg a képarány miatt egy picit másabb lehetnek az oldal, illetve a magasság a kijelzőnek, hiszen a tabletek általában 16:9-esek, ez pedig 16:10-es. Itt amit látunk, ez ugye védőfólia van rajta, amit itt felül le tudnánk venni. Itt is jelzi, hogy 16,2 centis a képátlója. High Resolution, az a 720x480-as felbontása van, LED-es LCD, Echo, ez arra utal, hogy alacsony a fogyasztása, illetve maga a márkajelzés az Agfa fotó. Itt oldalról nézve tényleg egészen vékony, illetve maga a nagyobbik része egy ilyen talpban található, amit itt láthatjátok is a dőlési szögét egészen jó, viszont ezt utólag nem tudjuk állítani, vagyis ez mindenképpen így fog állni, akár tetszik, akár nem. Itt megnézve a hátulját, egy teljesen matt felülete van, tehát az új lenyomatokat is kevésbé gyűjti, illetve a port is talán egyszerűbb erről letörölni, kevesebb nyomot hagy. Itt a hátulját, hogyha megnézzük, egy SD kártya olvasó, tehát ide tudjuk tenni a képeket, illetve USB porton keresztül egy pendrive-val, vagy akár memóriakártya olvasóval is tudunk itt képeket rátenni, vagyis pontosabban erről lejátszani, hiszen belső beépített memóriával nem rendelkezik, valamint itt kapja az áramot, és ez pedig egy bekapcsoló gomb, ez egy ilyen kétállás gomb, igazából így be van kapcsolva, így pedig ki lesz kapcsolva. Itt az alján még igazából némi ilyen kis rövid leírás angolul, de ez volna így összességében az Agfának a 17, vagy pontosabban, bocsánat, csak 16,
6,2 cm-es digitális képkerete, ami akár egy tökéletes ajándék is lehet nagyszülőknek, szülőknek, hiszen közeledhetnek ezzel ők is a technika vívmányai, az is tényleg nem is olyan drága. Egy egészen jó árérték arányjal rendelkezik a készülék. Ádám voltam, a Mobilix TV-t néztétek, sziasztok!